Dani Pityutól kaptam egy nagy szortimentet, mert hogy én panaszkodtam, hogy kevés a helyem az alkatrészeknek. Hát ő a Flashből hozott ilyet olcsóért, és aztán azt mondta, hogy kettőt vett, egyet nekem ad. Hát néztem körül, hogy hova fenébe fogom rakni. Már mindenhol van. Aztán jól rá találtam erre a sarokra, amit jól láttok, már ki is pakoláztam. És azt a két régi masináriát, én kinéztem magamnak először, majdnem el akartam bontani, aztán felhívtam Attila barátomat, akit már láthattatok jó néhányszor itt. Na most azt ő építette. Még volt vagy 14, majd ide lehet, hogy be fogok vágni egy hajdani videót vagy képsorozatot, amin rajta van még ez a masina, még az ő kis asztala előtt. Ezt ő építette annó, aztán nálam kötött ki, én meg egyedül a infravörös távirányító teszterét szoktam használni. Na hát ő azt mondta, hogy ne bontsam már el, meg mi van, mert hogy neki ez jó lenne ott, ahol ő javítgatja majd a csöves vackait, és aztán eszembe jutott, hogy igencsak tele van olyan eszközökkel, ami a csöves erősítőkhöz meg a csövek teszteléséhez kellhet, úgyhogy azt mondtam neki, hogy jó, vidd az egészet, de akkor bemutatjuk, hogy mi van benne. Úgyhogy most Ati szépen onnan ki fogja nekem rámolni, és lepakolunk onnan minden vackot. Meg megnézzük, hogy mi a fene van arra még nekem bepakolászva. Aztán kiszedjük, és kitakarítjuk, és megmutatja Ati, hogy ez micsoda. Meg megmutatjuk belülről is. Azt mondja Ati, hogy nagyon jó pakoljon, de ő fog lepakolni. Ide adod a kicsi csöves szarokat, azokat nekem ide adod, azokat ide balra lerakjuk. Ezeket emlegettem nektek. Azt jobbra le a kis flakonos témát, oda a jobb oldali kis asztalra. Ugye ez volt az, amit Walternél láttam először, aztán nekem is már ennyi. Hát ez nem most volt. Az nem most volt, hogy annyi volt. Úgyhogy igen, most ott Attila lepakolta a fele marhaságot. Így van azt a szép csövest, LBL. Azt majd ide elém. Az én szép EBL 21-es PP-m. Ide rakjad le ide ezekhez. De van anyag, majd megmutatjuk ezt is. Ez. Fordíts csak felmutassam meg nekik, hogy milyen belülről. Akár pofára is fordítatott, szerintem EBL nem is így is jó. Így is tudom. Na ez egy ilyen ponttól pontig forrasztott légszerelt. Masinária, légszerelt, így van egy szál. Forlétszer és minden alkatrész a csövek foglalatain. Hát ennyi egy PP egyébként, egy EBL 21 PP. Ezt amúgy a Ecoszint 1-hez készítettem, rakjuk be oda teljesen ezeket, elrakom ide elébb, és akkor talán oda is fér. Hát ezt még az Ecoszint 1-hez csináltam, csak nem tud, hát olyan 100 Hz-ig még jó a jel, aztán elkezd eltorzulni, és a szintetizátornak meg nagyon sok ilyen alacsony frekvenciás jele van, meg hát a négyszöget nem úgy erősíti. Az meg a jó kis PWM szabályzom, motor szabályzom, motor sebesség szabályzom, ezt sem most használtam. Na hát ilyeneket elraktam. Na mindegy, jó, ma jó lesz valamire. Miket találtál még? Na műszerek, próbaizzó. Lesz ott még műszerecske. Az ott ilyen műszer gyűjtemény itt van. De azok tökéletes, ezeket szeressük. Jaj, meg vannak ott, szedtem ki még aztán valami. Ó, meg van még a páka Magnóból is. Ez a te páka tartód volt? Ez nem az enyém volt? Aztán rám hagytad, hogy... Tibinél csináltuk. Igen. Szép is KF. Bizony, ez lehet látni, így van ez TV-nek a... Ez biztos, hogy valami... Alumínium, igen. KF fokozat. Igen, ezt még én csináltam Hajdanán. Igen, aztán rám hagytad magam, amikor bontottam a sok mindent, akkor... Kellett a pákáhó. A pákának a dokkolója. Abba csavar van, sok csavar. Nem, csapágy. Mit keres? Abba csapágy. Nem tudom, kerékpár. Keres nekem egy csomó csapágy golyó. Lehet lövődözni. Hát az sajnos a múltkor Dórival, igen, lejtettük az, hogy leesett onnan ez a szépség. Lehet láttam otthon. Arány, az az arány? Ez arány, igen. Na, ha van ilyened, akkor elfogadom, mert amúgy szép. Pótlásnak, de még ami egyben van, nem igaz a törvény. Nagyon szép, de ezt így mondom, akkor meghagyjuk így, mert legalább ennyi maradjon meg bőle. Sajnos leesett. Nem, az trafó. Ez egy toroidnak a magja. Mi a fenét keres? Olyan hülyeségeket beraktam a sarokba, ahogy nézem. Az is a tied lesz. Megnézzük, milyen csavar van benne. Jó kis tévei csavarok. Nagyon jó, neked is kell. Lesz. Ez is már le lesz szedve, szerintem az, amikor beraktam oda, jobb oldalra azt a szortimentet, amit igazából most a
Trapover 2 tart, na onnan akkor is le kellett venni, ez végig volt csavar. De ez nálad is ott voltak ezek a hülye csavaros bígyók. Na most ezt tényleg be fogom vágni ide videóba. Ez a polc az ott volt előttem. Előtted volt fönn, na majd megnézzük. Jó, na mindegy, jöhet még, úgyhogy megkapod ezeket a csavaros marhaságokat, mert ilyen csavarok lehet, hogy hamarabb neked. Ne is pakoljál rám, mert majd, majd jó lesz valamire. Hát itt egy jó kis... Jaj, a régi szép idő, várj, adok egy rongyot. Rongyot, ezt meg lehet mutatni, sepe, aztán sepe. Majd az egyébként elő fog kerülni, mert megtaláltam a régi videót róla. Úgyhogy erről még lesz, gyerekek, videó, az a én negyedikes, hú, de szarul néz ki most. Azért mondom, ez egy elég, negyedikes vizsgamunkámnak a, hát adni kell, ha kellett hozzá igen, használati útmutatót, mindent, és gépelve gyerekek, meg nem én gépeltem persze, ja, de nem ki lett adva a meló, így van, ez gépelve van, teljes gépkönyv a sztereócsöves erősítőmhöz nyákrajzzal, beültetésével, mindenre, kapcsolási rajzol, gyerekek, ez kézzel van rajzolva? Hát ez körülbelül olyan... Az anyámot! Na, hát akkor még ez is. Nincs rekordom, milyen csövő, meg van nevezve amúgy. Jaj, de régen volt. Mi? De mi van ebbe? 6P? Ez már 6P45, ez lett átépítve. Az csavar, az marad, az jó csavar. Hú, mik vannak itt? Na, kifordul már onnan? Valamelyik ára, a felső áram alatt van, az alsó nem. Akkor a felsőt kapd le róla, próbáld meg leszteni, úgyis ki kell takaríts, utána megyünk fújni. Húzzad ki, mert az van áram alatt. Hát ez a nehéz része itt van benne. Ó, viszont téve a hátlap is, hát tiszta haza. Nem baj, ki fogjuk akkor is fújni, és kinyitjuk. Nézzük, hogy hova megy. Hogy igen, mert fogalmam itt a félszólat beesett ide. Ezt a pihos? A pihost. Igen, és akkor itt jön. Rángasd meg, hát ott van valamelyik. Nem, a felső lenne, nem hiszem. Nem. A felső az a műszerem. Aha. Elhúzzuk innen a dekket elrébb tolhatod. Bírja, nem? Nem hiszem, minden. Fűz ki, aztán valahogy csak kijön az a... Ó, és rá is van írva, hogy műszer. Műszer? Muti. Elipszilonnal, tehát... Műszer, azaz, így van. Ha Grécsi Lászlónk, akkor már... Műszer, direkt. Igen. Akkor már direkt volt. Meg van törve a madzagja. Hol? Nincs, jó, van, azt nincs, hiszem, nem törve. Jó, jó, akkor azt rakjuk úgy le valahova akár. Igen. Ragd le oda valahova, JBL elé, azt akkor majd mindjárt kivisszük. Meg azt is forgast ki, annak tudom, hogy működik a rádiós magnója is, úgyhogy ezt be fogjuk mind a kettőt mindjárt üzemelni, csak visszarakunk oda mindent. Azaz, hogy lekapjuk a három csavaros bizbaszt, lecsavarjuk a tetejét, és berakom a helyére a szortimentet. Így van, azok hangszórók még menni fognak. Mit találtam még? Puderbe is csavar van. Na ebbe tényleg, ez... Szerintem csavar PC van. Tápnak a... Azaz, ú, de kerestem a múltkor, na mindegy. Jó, nem baj, van. Minden megvan, minden meg lesz. Hát ott kitakarítunk. Viszont... Hát feszül a hangszaró. Nem csak a hangszaró, hanem az, hogy ebbe ugye egy nagyon nagy tápegység. Így van, abban egy EAG-BEAG kétszer, mennyi? Kétszer 650. Az is, meglettek a kötegelőim. Meglettek, és ezzel... Az a helyzet, az előző videóban volt emlegetve, hogy ez az a EAG-nak a bontott tápja, amelyiknek leégett a kimenő trafója, és ez valószínűleg az került ebbe bele. Uh-huh. Mert a táp ott is... Hát ott hajdanán mindent is akartunk, és ugye oda ki van hozva előre, gyerekek, én ezt tudom, fejből a 2x650, úgyhogy ott van közt az 1300 volt, úgyhogy az ráz is. Ez itt egy kicsit elég érdekes, de mi? Banánajzattal, de le van szigetelve. Micsoda? Hát mert elég nagy a távolság, 1300 volt, azért 10 centire van egymástól az 1300 volt. Meg hát a eleje előlapja az izé, ez a... Mi ez? Gyere csak! Minek hívják? Leesett hangfal. Leesett a hangfal. Az hogy volt rajta? Az rá van akasztva valahogy. Rá van akasztva, igen, mert valószínűleg a sínei is át lett telepítve, így van. És valahogy... Széttettük az oldalát az ének. Valahogy lejön, és még antenna is van neki téve. Na, oda pakolunk a helyére, és mindjárt ki is visszük tényleg. Ó, itt a kiszoló vásznak. Még azt is megtaláltad. A síkoló. Jó, de nem most volt, hogy én azt használtam. Pedig gyerekek, mik nincsenek ott a sorokban. Mindjárt kitakarítok ott, és akkor ide berakjuk középre ezt a két masinát, és megmutatjuk, hogy mi van sok benne. Sok szigetelő. Jó, van, na, mindent kitakarítunk onnan. Úgyhogy ezt a két masinát most meg fogjuk mutatni, mi ez. No, kiszedtünk onnan mindent, és ki is takarítottam alatta. Hát, ha szebb lesz, és így leszedjük onnan azt a három csavaros üveget, berakom a szortimentet, aztán visszapakoljuk ezt a sok lomot legalább ide jobb oldalra, azt akkor meg tudjuk nézni a szép kitakarított cuccokat. És ilyen lett, befért pontok is. Szortiment, mellé most csak oda dobálva a dolgok, oda majd valami polcot építek, és itt a masina, gyerekek! Csak kénytelen leszek lecsücsülni. Itt a masina!
jobb oldalról. Nagy speaker, kapcsolók, főkapcsolók, rágyos magnó, first, legjobb márka, és mindjárt kitaláljuk, hogy mi micsoda. Hát persze van itt egy Supercat, meg van egy mongúzunk, aki éppen valakit kilő. Jó, na hát akkor ezt fogjuk most bedugni, és megnézzük, hogy mi mit csinál rajta. A leválasztóba fel is kapcsoltam, úgyhogy ma mindjárt látjuk is, hogy mi mit csinál. Na mivel kapcsoljuk ezt be? Hát igen, mert nekünk egyes, hogy mi van benne, mondom, azt tudti, hogy az ugye az EAG-BEAG trafó az külön kapcsolós. Azt tudti, kapcsol igen, csak fő. Külön volt neki aztán a kapcsolója. Nem. És nem csak van egy fő-fő kapcsoló, akkor jobb oldalt valamelyik a fő-fő kapcsoló. Nem az? Nem az, és akkor hanem ez lesz. Á, meg van a fő-fő kapcsoló. Nézzük most külön a trafót. Most külön a trafó. És ott van, nagyon jó. Le. És ez vajon mit? Ja, és mennyit vesz? Semmit nem vesz. EAG trafó mennyit vesz? Semmit. Ugrott legalább? Nem baj. Egy picit. Nem baj, ez az alsó mit csinál? Az alsó a rágyós magnó, ezt tudja. Több, mint valószínű, hogy... A... Hoppá, ez nem mű. De... Jaj, ott van az, meg is szól az. Valami jó kis romcsi, az legalább nem jogvédett. És darab dróttal, na jó, nem annyira darab, mert itt lóg a végén ez a antendő. Ide-ide felaggatom. És már jön is minden. Matán, vagy most rossz neki? Nem, viszont nem, Pati, tekergessed. Tudja, hogy nem érkezik a Patia. Kicsit kontaktos. Az azt mondja, nem Pati, mert forgókond is ez még. Na? Jó, tekergetsz? Loudness, igen, ez stereo mono. Itt van a... Most vagyunk megahertzen, 103,4 volt. Na, valami? Ne a Kossuthot, léci! Jó, valami? Donko, ott már elveszti, igen, ott. Forgókodni elveszti a dolgot. Megpróbáljuk. Pont a 96-nál. Ott a Danko. Na? Csaposod a hangerőt? Mind a kettő szól? Nem annyira. Nem szól? Balansz? Nem jó, balansz? Vagy nem érkezik? Van itt minden is. Most jó, igen. Ha mindjárt még megigazgatjuk hátul, mert ilyen csatlakozósos. De működik, gyerekek, hát kacettát nem raknék bele, de... Igen. Na, vajon mi lehet alatta? Ezt kikapcsolom, ez tök. Vajon mi lehet ez Ati alatta? Meg az, hogy ez sem működik, ez is érdekes, hogy itt a glim lámpa nem megy. Az tiszta. Na hát jó, most lehet kontaktos az a kapcsoló, azért nem mai. Uh-huh. Igen. De hol működik, hol nem, hol, aha, hol? Aha. Hol igen, hol nem. Az alsó az mi lehet, Ati? Az alsó az szerintem képcsőhöz volt regeneráló. Igen, és azt lehetett nyomkodni ezekkel a gombokkal? És azt lehetett nyomkodni, igen, több mint valószínű, hogy a fűtést be is kapcsolni. Uha, az lehet, hogy be volt kapcsolva. És azok, igen, és azok mentek rá, hogy a fűtés, meg hogy meddig csinálja a dolgát. Ez valószínű, még képcső regenerál. Igen, és azzel a csatlakozóval jöttünk igen, ki. Vele, igen, és ezek voltak, ami és ott baloldalt vajon az mi az a kettő? És ezek voltak a betápok, ugye, hogy a fűtő feszültséget beadnak, és akkor a generáló feszültséget, ami a az meg egyértelműen maga a trafó, és ott 2650 volt. És sok minden van rajta, ugye szerencsére itt a 4 voltok meg vannak, a 6-3-ak, ugye, vagy 12, akinek mi volt szimpatikus. Mindent kihoztál bánónon. És mindenki jött banánra, tök jó. És ott azzal külön kapcsolatú szekció. Van benne valami sok volt, hogy itt ez a 45 lesz, igen. És akkor 2x45. Nem semmi. Még az is van azon a szerencsétlen trafón. Igen. Úgyhogy, igen, és ez volt ami csatlakozód, vagy nem tudom, ez kábelet volt? Több kábelem a képcső nyakakhoz, pont ebben a csatlakozóval. Fú, régi szép idők, ja. És akkor ahhoz voltak ilyen összekötő kábel. És volt, amelyek lentben, és ez a műszer mérte a képcsőn. Az áramot, áramot. Szépen, hogy jó lett-e vagy nem, és akkor ott nagyjából be volt kalibrálva, hogy zöldbe legyen meg ilyenek, és szerintem működött, mert volt, ami meg lehetett javítani. Nyilván azokból a képcsőn. Így van, hát a régen CRT-ztünk, igen. Na nézzük, mert milyen a segge. Nézzük, addig én kérdezik meg hátulról. No, hát ilyen hátulról, turul, hátulról, igen, ez egy ERA 3101. Itt van csű. Az ECL86-os. És van EBL21. Ez már korszerű volt nagyon. Jaj. Nem adtunk azért a külalakra is. Igazad van, hogy EBL meg UBL azok az ilyen néprádió jellegű búbosokban voltak. Az ús. Szóval igen, ez egy... Nem van törve itt a kompatibának az oka, itt valószínűleg... El van törve a jó kis HP. A HP majd megforrasztod. Meg jó van az. Meg, de szóval, és akkor két HP ajzat? Igen, igen. Tehát ezer ez volt. Na vajon milyen végfok? Ja nem végfok, hát a rádiós magnó van benne. Jó, de jó benne vagyunk. Jaj. Ez is csatlakoztatva. De szép. Te. Az mi?
Azaz, bizony, tehát amikor a képcső regeneráló működtetődött, akkor eléve sorba volt kötve, és akkor indított el a generálást, ugye, amikor felizzott ugye, a cső, és azon kezdett el folyni az áram. Az egy csomó kondi. Igen. Fú. Az egy csomó kondi. Csoki-csoki hátán, az ott a rágyós magnó, jó kis pántal, főpántol, vagy nehessen be. Igen, és stabil. Fú, atom stabil. Kő keményen, és különben ott neki a kütyű benne rohadt jó, nyákon van? És nem, ez szerintem ez fel van építed, és ugyanúgy légszerelt, majd mindjárt meglátjuk alulról, mert szerintem... Ja, az alját is le lehet venni, igen. Le lehet itt is nagy sorkapocs, lehet hegyek, alulra. Mert hogy... Sorkapocs, hegyek, mert hogy itt van az EAG-BEAG. Ott van rajta sok voltag, ott hát a háromszá. Hát szín a színre, hát de gyönyörű munka. Szín írva a csokival, de hát csoki. A színre. Akkor van csokisztunk mi rendesen, meg itt van a sok szicsó is. Igen. Nem volt azzal baj, máig nem pergett le róla, úgyhogy még itt a nagy EAG-BEAG. Így van. Benne. Az igazi szicsó. Ott egy kicsit ki kellett választani. Leszeded a hát, erősítőről? Hogy... Ja, ne lógjon a levegőbe. Ne lógjon itt az a levegőbe, itt ezt megnézem, hogy kibontható-e. Csak. Szerintem igen. Le volt onozva? Boly csoda. Jaj, hát na. Rámentünk a precízségre. Hülye kérdés. Rámentünk a precízségre. Ez is gyönyörűen, tehát le van forrasztva, és akkor így a hátlap már. Ja, és az antendő volt az utolsó. Ez az antendő. Hát is csak kival, hogy bontható ez... legyen a hátulja. Hogyha olyan, akkor. Na nézzük csak akkor a segít. Minden, tehát ez tök szuper. És elvileg én úgy tudom, hogy ennek ki kéne jöjjön. Jó. Gyakorlatilag is. Jújjúj, hát a rágyós magnótól vajon jön-e annyira? El kéne férjen felette valam. Most azért mondom, hogy nekem vissza kell erre emlékezzek, mert ez ugye nyilván 20 évvel ezelőtti. Hát akartam mondani, hogy ez voltál 14 vagy 15. Ez 20 évvel ezelőtti. Hú, műsorszám. Ilyen elsők között van, hát amit építettél. Képcsőgenerálom, hú, meg minden ilyeneket komoly. Azért annyi fiatal. Ott még van trafó a végébe, hely. Nézem, hogy mi újság. Igen, arról megy a rágyós magnó. Arról megy. Na, van mit enged a kábel? Lengőbiszti, gyönyörű. Tehát mit enged a kábel? Ezek szép munkák. Szerethetőség. Ki nem fér. Még pont úgy van kihagyva a kondi, hogy elmenjenek a csokik, tehát ez halálos. Jó nagy ez a trafó, hely. Hát az mire ment még? Én akkor nem a trafót beraktunk a rágyós magnón. Nem, hát szóljon. De tek jó az a relés technológia. Körülbelül. Ennyi de... nem engedi már a drót, nem engedi, én látom, hogy feszül. Jó, látom. Oda nézd ez. Itt a csoki, ez a baj, és ez is fel van iratozva, hogy melyik megy a 27, meg 26. Ott is stabicé az izének, a rádiós magnónak stabicéről megy. Ez a rádiós magnóé. Akkor külön az lenne az izének. Hát bocs, én most elvesztettem a fonalat. Akkor lehet onnan kapja delejt a regenerátor. Hú, mennyire elé, apám. Azért ezt jól összeraktad. Örülné, ha tudnád még, hogy működik, mi? Ezek itt mit csinálnak, Adi? Az nem tudott, valami tévesztés volt, de szerintem azok mind be vannak itt csokkal. Valahova szépen. Akkor ezt a két Risert kilopjuk belőle, mert nekem kell. Az jó, neked adom. Olyan, ne szúrja, ne érjen az össze senkivel. De minden be van számozva, tehát ez csodás. Tehát igazából, ez hogy mi hova mondható, menjen. Szétszedhető. Jó. Meg egy új Tungsram cső van benne, hát azért ez is rock and roll egy ilyen világ. Itt meg van a késeltetőnek az időzítője. Valami volt. Hátul ilyen pottival. Jó, azt a régi szép idők. De meg volt ez építve, tök jó néz meg ki. És stabicét is tettünk. Azt mondom, arra megy szedem a Magno. A magnetofon. 43 tét, 78-12 persze. Azt mondom, arra megy a magnetofon. Frakó, ez a nagy izé, ezek mekkorák, látod onnan? Ezek a 25 volt 1000 mikrósok. Ez a abból van. Rágyos magnónak? Nem, ez a generáló volt, ez az öntartója, tehát akkor még nem voltak nekünk ilyen farádos kondik, meg ilyenek, és ezt tölti fel a relé, mikor regenerál, és ugye mire kisül, akkor engedi el. Tehát ez ja, az időzítés volt, gyerekek, időzítő kondenzátor. Időzítő, de szaradtam a 10.000 mikrót, nem tudom. Én nekem ez nagyon tetszik, még máig halad, ott van egy csomó relé, tényleg. Igen. Teljes automatika csak relékkel, ez full, ez full mechanika, ez úgy volt, és tökéletesen elektromechanikus megoldás. Behúzta, elengedte, csinálta. Majd szépen. Egyszer rájössz, hogy mi hova ment. Nem tudom, nem írtam ele. Itt voltak le az izék, hogy mi, melyik milyen az kábel. Az azt, hogy mi van megy, igen. Mert azok úgy le voltak róla véve. És nem megy bonyolult kót. Aha, ja, akkor hozzáférhető alulról. Tehát az is hozzáférhető, az direkt úgy volt csinálva. Ott van a sok relaj. Ezek a dolgok, de gondolom a vaskababak. Mert le van ragasztva a relé. Izével hallod, ez pálmatexel van, beleragasztva. Akkor még nem használtunk taknyolót, azt tudtuk, mi az a taknyoló. Há, nem volt ilyen orvasztunk. 20 év? Mi volt? 20 év? 20, hát több, mint 20 év. 20, ah, persze, hát én lakok itt 18, úgyhogy az van ez 25 is. Igen. 25 éve. Pálmát, ez megtartotta, hogy nézem, benne van máig. 5 relé, meg egy cső, gyerekek. Képcső regenerátor.
Na jársz vissza valahogy a helyre, hát ha még bemegy. Késletetéssel. És akkor ez volt az egyik, gyerekek, működik. Ez esik le róla. Nem tudjuk, mi csinál az a trafóra. Lehet az van a generátorhoz, azért, hogy az adja a relék. Hogy nem is, ez teljesen egy különálló szekció igen, volt. Igen, mert lehet, hogy 24 voltos a izék a relék. Hogy 24-esek, és annak van egy 24-es trafó beletéve. Biztos az lesz. Na nem, megy a HE-re. De itt van már, csak ez ennyin volt itt. Ennyi? Aha. Meg az izét, azt meg kell nézni, ezt a kapcsolót majd, hogy miért rossz. Basszus. Na, nem baj. Jó. Jó, figyelj, ezt használd egészséggel, hát ha még jó lesz valamire, akkor nem bontom el. Már csak ez a nagy trafó itt jobb oldalt nagy érték, de hát nem bontotta azt el, meg hát nincs is rajta már a izé. Jó, úgyhogy... a forlét. Jó, nem, ez így egyben jó kivezetékelve, tehát ez így bárminek tudsz adni bármit. Igen. De lejtett. Nem mondom, hogy disznót is lehet vele ölni, mert 1300 volt az szerintem bármit. Jó, az... Na, mindjárt megnézzük a másikat is. Kettes játékos. Ezt használtam többet, és főleg mondom a infravörös távirányító tesztelét. Ez a piros gomb, ez be van építve bele egy kis régi távirányító, és oldalról bele villog, és akkor, hogyha felkapcsolójával, rá is tudom írva, hogy felkapcsoló? Igen, a hát. Itt még nem szaroztunk olyan, hogy anglisul, ez külön ez az egység. És ez ennek az erőstője, azt lehet csavargatni a hangszínjét, meg a hangerejét, ha jól tudom. Mindjárt megmutatom. Itt a hangeré. Vagy nem? Dehogy nem? Van itt egy beépített erősítő, gyerekek, ez a Tuhelle, de mindjárt rákötünk valami zenét. Ja, hát már vittem. Ez azt hiszem klang. Ez klang? Aha, ez egy klang. Magyarul egy sima, magas mély hangszín szabályozó egy potméterre. Vagy csak sima tónus, már nem emlékszem, de kötünk rá mindjárt valami zenét, gyerekek, mert van nekem Tuhellos. Azt látom, hogy nincs le. Testelve a... Pótméter! Na, gyorsan beledugunk valamit, szóval ez itt egy beépített erősítő, ami most elhallgatott, és azt se lehetett le, hogy erről megy. Itt van benne egy TV tápegység, és akkor ilyen feszültségekkel ott hogy? Most látszik, 12, nem, és terhelve kellett, terhelnie kellett, hogy meg lehet. Meg 200, akárhány 35. Próbáltunk innen 25. feszültséget szerezni, és nem adta ki azt így a feszültséget. Így van. Le kell terhelni a 12-t, hogy meglegyen, ugye itt a nulla, ez a nulla. Igen, az a test. A nullához képest akkor vannak a 12 volt, 25 volt. Igen, és aztán tettünk rá leteket is, tehát ezek nem azért vannak itt rajta, mert volt bőven lett, hanem én kisebb koromban sűrűn kinyírtam ebbe a, mi van ebbe, TDA? Nem biztos, hogy TDA, de tudom, miről beszélsz. Mindjárt megnézzük. A kis tápicéről, ilyen egy soros van egy kis zászló, de nekem abban egyébként ott van abba. Így van, úgyhogy ez direkt az meghalt. Na akkor megszólaltatjuk mindjárt az erősítő szekciót, mondom, ez itt a tápegység, azt be is tudjuk mérni, de tuti arról megy. Ami még itt van, itt egy leválasztó, már akkor is volt Attinak is leválasztó trafója, és ahogy nézem, volt teljesítménymérő is hozzá. Ez 20 volt amperes, oda is van tán írva, hogy leválasztó. Nem, 20 bemenet, volt, az 60-as. 20 volt. Hát mennyit tud a Junos trafó? Junos, én nem tudom. De én azt hittem, hogy ez 20. Mert ez 60 20-as. Wattig van kalibrálva a műszer is. Igen. És elvileg tudta, mert ezt megmértük terhelően. Akkor állással, jó. És jó. Akkor sok minden volt, ugye? Feszültség bemenet, ugye itt ez egy 20 volt. Nem biztos, hogy Junos trafó van benne. Ebben nem lenné biztos. Én valami unitrára emlékszem, de ki fog derülni. Aha. De azt se lehetett, hogy igazad van, mert a Junos trafó 2x9-et ad, és az üresben azt nem 2x10, úgyhogy lehet, hogy itt ugye kijön, itt megy tovább, tehát itt is láthatjátok, ez a 230 az, hogy 220, akkor minden. 230-ról 20 volt, 20 voltról megint 230. A 20 volt, csak itt van a 20, de itt meg lehet szakítani. Meg lehet szakítani. Meg és ez ugye ide már jön, és jön ide már a 230 kifele. Velem is, hogy tudtunk visszafele is adni neki. Úgyhogy igazad van, és a középső szekció bizony, gyerekek, egy feszültség állítós, azaz, hogy egy szabályozható tápegység olyan, mint a nagy feszmalacom az ott, csak nem tranzisztoros és nem fetes, hanem bizony elektroncsöves, hogy ez máig működik, azt nem tudom, de az a tudja, hogy amikor elkezdtük terhelni, két darab PL504 van, ugye? Igen. 500, elkezdte elnyomni a Kossuthot, úgyhogy az ott vicces volt, be is gerjedt, de ezt majd mindjárt ki is fogjuk persze próbálni, de előbb adunk az erőstőnek valami jelet. Na, ki látott már ilyen hangszóró rácsot? Bizony, akkor még csak ez volt, de nagyon jól működik, gyerekek, beledugtam, szól a CD-s rádió, és... Ó, de klang volt. Klang. És bele lehet recsegni. Ja nem, ez külön van. És át is váltja. Át vált? Igen. Aha. Nagyon profi.
Szóval beépített erősítő, már akkor is volt. Hát igen, ebben keresgettem a jeleket, ugye, hogy... Így van, mint ahogy nekem is van abba. Igen, a csöves tudja, hogy javított, ugye nem a hangminőségem, hanem hogy szól egyáltalán. Így van, kis egy wattos valami, de na, megnézzük, milyen erősítő van benne, én sem tudom. Szerintem a 810, úgyhogy Tuhella be lehet támadni. 810 volt, az volt a kedvenc Attinak, a 810 kilóra ölte mindig. Igen. Az volt a vicces, hogy szerette a 810-et, már 10-es éve vette a boltba. Úgyhogy mondom. Szuper jó. És mind a kettő, tehát vizuálisan is lehetett látni. Igen. Működjön, mert sokszor megtévesztett minket ám a távirányító, mert a rádióval próbáltuk ki, ugye ez így van, és ez egy dolog, hogyha az infraled is kaki, akkor így van, attól még lehet, hogy az AM-en hallottad a középfrekvenciás kvarcát, ahogy dolgozik, de az infraled az nem egyértelmű. Szóval ez viszont, na ilyet viszont muszáj lesz akkor majd, abban már nem építem bele, de valami külső egységként tudja, hogy csinálok, hogy egy-egyben bele lehessen dugni például a váltóba, fönt ugye a banánajzatosba, és akkor azt majd csak ott belerecsegek, úgyhogy fogok csinálni egy gyerekek, mert hogy ez repül elfele, így van, így van, így van, akkor ezt itt le is nyomtuk, az erős attól megy, mert a tápja működik, ez a fő, és akkor ez is innen fog menni, gyerek. Aha, onnan fűt, nézzétek, csak látszik, hogy behunyorog. Nem aha. Látszik, én láttam, de behunyorog, mert hogy, és a falból, mit vesz, nézzük, most ez ennyi a nyugalmink, bekapcsolom a fűtést, jó lesz, és ki fogjuk mindjárt próbálni a felszabályzóját, van izzó, mindjárt dugunk rá egy 230-as izzót. És elnyomjuk a kosútot, jó kosútot is elnyomjuk. Próbáljuk megfejteni, hogy a bemenetre, a felszabályzó bemenetre oda váltó vagy egyenkel, de adunk neki egyent. Igen. Adjunk neki egyent, nem, Ati. Nem a test az biztos, hogy akkor nem közös ezzel. Igen, mert azt összenéztük, hogy az nem az. Akkor adjuk neki. Akkor nem tudom, mit adjunk oda, ide. Oda te ezt a testet. Aha. Ez itt összetest. Figyelsz, össze fogjuk és izzón keresztül kapcsolod be neki oda delejt. Azt baj van, akkor világít, nem? Innen egy 235-öt. Oda azt tesz ide be. Hadd szóljon. Ide be, arra rá, és akkor sárgát meg. Nézzük a 235-öt, hogy mit csinál. Egyelőre semmi, akkor nem, nagy baj nincs. Várjál. Nincs para. Nem rá, az nem üt meg. Nem para. Uh-huh. Akkor jó, akkor hagyd menjen. Akkor hagyd menjen, hagy menjen még nincsen fűtése, izzót kiveszed, azt be fogod rakni a kimenetre. A kimenet itt van. Igen, hát ő nem olyan biztonságos, hogy csináltam, mint én, mert én ugye ilyen bedughatatlan kimenetet csináltam, hogy oda ne lehessen csak nyúkálni, hát itt a testhez nem lehet csak úgy nyúkálni, de azért, azért na. Jó, 235, hagyd szóljon. Vagy adhatsz neki egy kisebbet is, hogy éppen elérjen odáig. Odani. Uh-huh. Nem terheli meg, úgyhogy nem. Nem terheli meg, akkor úgyse lesz annyi, mert 20. Jó. De most meg fogja terheli, mert a cső, hogy onnan fűt, akkor elvileg feljön a feszkó. Aha, jó, akkor a fűtését kapcsolt be. És akkor itt a fűtés Lung. Is. Lung, az ott el is indult. De meg veszi, indult. Veszi, nagyon jó, hogy vegyek. Készerűen sárga led a fűtés. Feszkót, most látnunk kéne a feszkót, hello. Elvileg az a műszer is be volt kalibrálva 400 voltig, tehát az elvileg... Na nézzük csak, akkor csavarjál már rajta majd valamit, még most ne rakjál rá előbb izét. Nem rakok izzót, és akkor még csak tekert fel ott a tekerője. És akkor utána itt lenne ugye a készen lét be. És akkor ugye itt ezt úgy, nézzük, hogy... nézzük. Semmi, és teker. Hát tekerjed. Aha, valami van. Megjelent, most vagyunk 3/4-nél, most vagyunk, opá, csúmán. Ott hirtelen szalad, logos poti. Jó, amit az amerikai filmekben meg kell kocogtatni, visszamegyek. Én is le is esett a mutató. Na jó, akkor teker le, azt rakjunk rá fogyasztót. Rakjuk rá a kis 15 wattás izzót. Kisül, tehát van rajta terhelőellenállás, lehet. Rá még. Azért ne rázzon csak úgy bárkit is. Hát igen, süsse ki a kis. Na nézzük meg a 100 voltból mit csinál. Hát ez itt nem tudom, hogy fog érintkezni, de oda megszik, azt úgy se ráz, nem csavarlassad vele. Nézzük, itt nem csinált még semmit. Hű, de hirtelen jött. Ez nem tudom mi volt, de biztos. Lehet nem érintkeztél addig. Hát pedig oda nyomtam rendesen. Megcsipeszeljük azt is? Áj, de kell, valami kapott egy pofont valószínű. Na akkor megcsipeszeljük, azt jövünk. No, kábeleztünk, hát ez ilyen légvonalba, de éppen. És ott a zizzó, és rá van kötve egy ezébe. Kirentre nézzük, hogy mit csinál. No. Hallom, hogy zizz. No, valami vagy bármi. Nem vesz sok áramot, azt látom. Á, világít, de hát szabályozható volt, vagy hirtelen beugrott. Na, ott valami van. Logos az a poti, Ati. Hát vissza tudod venni. Aha. Vagy kontaktos, vagy logos a poti, hát lejjebb tudtad lesz. Venni kicsit. Igen, itt lekapcsolom, de valószínűleg kontakthibás lesz. Mert amúgy a kijelző is elég a végén látom. Ugrott. Na, hagyjál neki. Hagy szóljon. Ah. Világít. Uh-huh. Hát...
De öreg. Jó. Na akkor csak óvatosan. A bögerje, de csű. Lehet. A DC-re. Azt se tudjuk, aha, hogy DC-t kell, de ott van most szépen szabályozott. Szabályozottak? Aha, van, na, hát kontaktos az a... Kontaktos a pot. 100 éves potméter. Igen. Csavard oda? Hagy szólja. Zoom, az a csuma mi? Ez a genya. Vissza lehet venni. Nem vett sokkal többet. Csumából no. Már visszajön. Gyönyörű! És az is. Ha nem, az be van akadva. Annak vigye van ott annak a műszernek. De az még kézi gyártású skála, de, ott is. De igazából csinálja, van kontakthibája, de hát mióta nem ment már, te se használtad. A 20 éve. Ez itt nem volt bekapcsolva, most nekem jutott eszembe, hogy hát azt szerintem az elektroncsöves. Nem tudom, hogy sugároz-e. Tápocska, nem érdekel engem most, meg ezt hogy... kibírjuk. Aha, ennyit kibírjuk. Nekem már van két lányom, teljesen mindegy. Szupi. Igen, hogy leesne. Így, na így egy kicsit, hogy a műszer is leköveti. Műszer. Na, amerikai filmes. Uh-huh. Na, tök jó, csöves táp, gyerekek, lehet csinálni PL504-gyel csöves tápot. Vagy akár. A műszer az nem nagyon akar téged. És akkor innen nem. A DC-ből megy oda be. Na, ez is akkor a leválasztóba belemértem az előbb, de mérjünk csak fel, meg én Ati. Hol vagy? Ne érdekeljen, a fűtés lekapcsoljuk, azt akkor majd nem lesz büdös. Kész. Akkor nem lesz büdös. Kapcsolt 700 voltba? Azt hiszem 700 volt van rajta. 700 váltó, igaz? Fú. Mi van? Bücsi? Az ott állandóan ott van a deleink, gyerekek, ott van. Itt a 230. Na, nem érintkezel. Ott körül. Hát figyelsz, annyi jön most a invertárióból. És a köztesen szuper. Meg ott a kerek 20, nézzétek csak. És a 20-ból lesz a vissza 20. 16. 7. Fura. Biztos kapcsolod egy elejebb 200 voltosba? Lehet, hogy valamit hazudik. Már ott csalhat annyi. Nem fogom a profi műszeremet azért ára. Hát, 18, az 2009. Gyanús, igen, vagy azért, mert vagy a terhelés. Mert itt meg lehet szinten neki a... Ezért, de... Oké, addig, de... a dolgát. De nem hiszem. A 7-2. Ez nem furcsa. Az. Másikat nem tudom, mit csinálsz, de biztos jó. Innen jön át ebbe az a... Igen, ott jön át. Tehát ez egyértelműen egyik trafóból másik, vagy dupla leválasztása. Tudtunk neki adni. Én úgy emlékeztem, hogy ez 20 volt amperes, de hogyha azt mondod, hogy 60-ig van 60 kalibrálva. Van. Fú, de büdös tényleg. Valami... Oda pörköltünk, akkor nyomjuk le a száját. Igen, nyomd a főkapcsolót, mert szerintem a csövünk egy kicsit megmelengedte. Megmelengedte, pedig kifújtuk valamennyire a hátulját. Na, akkor most szétcsatlakoztatjuk, és megmutatjuk, milyen belülről. Ki is húztuk, aztán most gyorsan lejön a hátulja. Na, ez meg egy másik rágyó. Láthattátok, amannak ugye teribe az, nem, pont, hogy nem teribe a hangszóró elő volt. Ez meg egy R4902, akkor ez is csőves. Persze, ez is már modern, mi? Ez is már modern volt akkor, ugye, nyilván. Hát akkoriban nagyon sok ilyet bontottunk, lett sok csövünk. Maximál 200 ezer forint. Igen? Igen, átírtuk már akkor is. 200 ezer forint. A maximum úgyhogy... fogyasztói árát. Na, de poros vagy, de nem baj. Az nem Junosztapám. De nem is Junitra. Nem is Junitra? Bezonyám. Milyen trafó ez? Ezt nem tudom. Milyen a trafókat neked adtam? Ezt nem tudom. És tényleg két ez... egyforma trafó van benne? Nem látom hátam mögött, hogy... De az szerintem az tök egyforma, mert ugyanaz ott lesz. Van bent a másik. Itt is a csoki. Lehet az másfajta trafó, hello. Szerintem az valami videótrafó. Nem, ez két tök egyforma ilyen. Biztos? Biztosan. Ilyen jó trafókat neked adok. Jó néz ki ez a kis trafó, aranyos. Ez tényleg van annyi, 60 volt amperes. Akkor van egy 60 volt amperes. De rohadt poros a két PL. Akkor átbüdösödött gyerekek, hogy fú. Na itt van egy jó kis tápunk, lehet az volt büdös amúgy. Rakó, ja. Meg Roe Kondik, azok nem voltak benne. Akkor nem. Meg ITT. Akkor meg ilyenek. Fú, de bocsánat. Ott egy jó kis hangszóró bent, 1000 watt. BRG? 1000 wattos BRG. MK29-esnek a magnóiból. BRG hangszóró, két oldal. Ezt is szerintem megmozdítjuk, hogy hát ugye kijön egy kicsit a belseje, aztán... Ja, ott fenn is vannak dolgok, te nézd már. Ott a végfok, azt szerintem... Ott a 810. Azt mondod, ezzel a hűtőbordával az volt. Ezt az IC-t cseréltem sokat, ezt a táp IC-t, ez ja. A TDA. Majd mindjárt kiveszek egyet, mert van nekem, de hogyha ki tudod húzni annyira. Fú, nagyon komoly ott a sok. Szépen megvan az azért ott a erőfalon kábelezve, nagyon ráértél. Igen. Azt mondom, hogy itt a kis végfok fent. Kis... Mekkora jó. Ótméter, kapcsoló. Ezt csináltam minuszt is, úgy látom a csöveknek. A műszerünk.
ott egy mínusz. És akkor szépen ilyen alamaunium lemezre, felfogadva a két PL, de komoly gyerekek, ott van valami ellenállat, hát mit csinál? Melyik rajta? A 10 ohm. A 10 ohm sorba, nem tudom, minek tettük oda még való. Védelem? Hát valószínű. Nem tudom, valami nem. Nem most csináltuk, ott is azért behaigálva ott egy táp, azt tuti. No, hát nem most készült, de jó. Ki jön? Nem jön ki? Nem, de hát a csavaros... nem meg... muszáj. Nem muszáj kisz egyet. Elég jó beláttam, mert... Elég jó, mert... igen, igen. De az alja egyébként levehető lenne, ott az telébe, és akkor lehetne látni a... Komplett kis erősítő, hidatban becsatakozva. Biztosíték ja. Külön, tehát hát ez nagyon... Ez nagyon profizmus. Jó, az gyárlag rajta volt a panelon, hogy nézem. Hát tudom, de nem az volt, hogy átkötöttük, és akkor menjen, és akkor... Az annyi. Mi az ott? Melyik? A. Az szerintem a... Az infravövővővővőnek a dolgai. Kis árnyékot, dobozkáj. Ott van egy távirányító lefűrészelve az IC-je. Egy ekkora távrecset ezébe leraktunk. Hát nem volt semmi. Annyi távirányítónk, hogy nagyon sok. Nem most csinálod. És abból kivezetve a LED, és ahogy mondod, oda forrasztva mellé, hogy rávillogjon. Fú, de bakelit szaga van. Valami nagyon megküldtünk. Hol van? Ott a piros LED, nem tudom, nem találom a izét, a kis serlegi, ott valami. Na mindegy, ez ilyen volt, gyerekek, nem most volt az ott bent, az ott mi az? Ja, az a műszerünk. Mellette a jó kis orosz kapcsolók, pótméter, valamit beszabályozni, gondolom a csöves részen valamit. Na, úgyhogy, ja, a nagy tápról ment. Hát szerintem a nagy tápnak nem tetszett, Ati, ez a fűtés most. Igen. Ott van biztos... megolvadva a hőkioldó. Ott vanni. Már meg is jaj. Van. A jó kis régi milyen ellenállatok voltak, azok nekem is van ez a leoldós. Igen, 3,5 kiló. Az valószínűleg az van sorba a tápjával, majd azt kellett megforrasztani. Akkor az volt. Bár én azt a tápot azért nem annyira erőltetném, Ati, mert hát ez nem bírja nagyon tartósan. Feszkedett épp egy televíziót, ugye, hogy ellátott, amire ott szükség volt. Ja. Ez a néhányféle táp, hát most arról ment a ja, ez kis erőstöt. Ah, jó, az ott a biszti alul, igen, azt hiszem, de hát is nem ér az senki. Hát nem. Igen, nyilván vannak ilyen gyermekbetegségek. Jó, benne, hát na, 15 évesen, igen, te is kb. És tényleg úgy itt van, egy hogy... egyenirányít. Ez a műszer, itt a kalibrációja a mérőműszernek, ha jobb oldalt erről. Itt a nagy pótméter, meg ez... diódás. Szerintem az ez a mínusz a csöveknek, ez a mínusz UG lesz. A 20 voltról megy állandóan megy. Ez a lezáró fasz. Nem mondod, innen loptad. Neki, mert azzal kalibrad, itt van a műszernek a vezetéke, az, ez a potival. Igazából a TV-tápos rész az. Kapcsolós is. Nem is. Ó, hát az erősítőnek van külön kapcsolója. Ha most nézem, persze. Jaj, nem mondod, ja, láttad, hogy kapcsolós a pótméter. Persze, gyorsan ki lesz. Simán, ó, azt néveg itt. Vagy itt kapcsolod le az erősítőt. Az erősítőt. Hát megláttam, hát ott van a WEF rádióból, meg a Junosból a kapcsolója. Aha, igen, az a tiszkás. Tiszkás az a Junosnak a hang meg a bekapcsolója. Ú, de a régi jó alkatrészek. De hát ezzel most akkor tényleg megfogtál ezzel a trafóval. Még piszkosul nem emlékeztem rá, hogy én mondom, hogy két Junos trafó nem emlékeztem. Ez nem Junos, és ez tényleg jó. Ez legalább, és nem na, is lesz, rá, úgy, hogy lesz egy nagyon, én meg úgy tényleg úgy voltam vele, hogy ez egy 20 volt amperes leválasztó, az közben nagyon nem. Nagyon hát nem. Ez két szép, ilyet, két és tök egyforma. És két tök egyforma. Nem tudom, minek van benne ez, de... Nem látszik. Nagy csoki. Nagy csoki. Tényleg az ott hátul egy ugyanilyen. De jó. Ati, lesz két, lesz egy jó leválasztód. 60 voltam pedig. Minek, és itt van benne a Grécz. Aha, akkor csak tud kapni váltót is. Jó van, itt van a Grécz benne. És akkor szépen 220 K-val kisütve. Aha, akkor bemeneten. És az mehet. A kondér kicsit ki van fújva, Ati? Igen. Ez. Hát, szerintem Elna Kondi pedig, hát na, hát jó van. 500 voltig. És aztán az volt benne a pláne, hogy nem is tudom, hogy pár héttel ezelőtt, hogy meg is osztottam veled, hogy találtam ugyanilyet EAG-ba, vagy BEAG-ba, vagy gyáriba, hogy pont ugyanígy két darab 504-jel csinálták a szabályozható tápot. És mondom, hát te már ezt akkor fél találtad? Hát na jó, de később volt, mint a BEAG, de akkor is. De ettől függetlenül utána nézés nélkül is kitaláltam. De akkor mi nem volt internetünk nem, nagyon? Nem. Tehát, hogy pont két darab betárcsázós vacak talán. Ez saját. 25 éve. Tök jó. Ez fú, nem, majd majd szépen felújítod, azt akkor lesz egy jó szellőzés megoldva, ki van lyuggasztva. Jó, azért majd rakjál rá Ventél Gábort most már. Ja, mert van, igen.
Mert csak azért, mert nagyon sok van, és egyszerűbb, hogyha... Hát tényleg ez a kapcsi táp, az a kapcsi táp, az repül. Azt szerintem rakjad ki onnan, mert az... Ez a kombi is egy kicsit meg van száradva. Legyett róla a burkolat is. Nem, az nem mindig. Volt, amely gyárlag a... Az frakó az is, nem? Hát, ilyen valami... Germányi. Germányi, meg azok jók róla. De jó, nézd, mindenkinek van szűrőteker, csak kifele azért. Hát, jó megcsinált kis tápegység, csak... Nem nagyon terelhető. Tehát hát ez nekem mindig volt, csinált ilyet, mert megdöglött. Hát sokszor, de ezt annyiszor cseréltem, ezt az IC-t. Kinyírtad hamar. 40-0 vagy 10-07? Ha mindjárt előkeresem, várjál. Hát elvileg ez volt, de tényleg emlékeinkben is valami ilyesmi. TDA 46-01. De van még kettő, Ati, nem azt mondom, hogy most ezt használd, mert van még ilyen IC-m. Nem azt szerintem reptes belőle, mert már elavult. Nem tudom, miért emlékeztem 10-07-re, de... Teljesen mindegy. De 0-1, valami nulla. Uh-huh. Jó, hát jó nagy nulla ez az IC, hogyha abban a tábban ennyit bír. Á, mindig, sokszor, tehát azért látom, hogy nagyon szóval ott már forrasz, hogy nagyon sokszor. Sok ellenállás, légszerelve, minden. De már melegedett ennyit, hogy mekkora. Tök zsír és ambüdös volt, 15-6-os izó. Hát azért ez kicsit karcsú kettő. Ja, mondja Ati, hogy ott van például a ledekkel sorban, tök jól lehet látni, nem tudom most mennyire fog látszani. Igen, itt ott ilyen ott a... bazi nagy ellenállás. Te azok büdösödtek, te hallott, hogy szikszalakhoz le van szigetelve szicsóhoz, az alapban melegszik, mint az állat. Igen. Mert mindeniket ugye a leddel sorban 230 voltra azért... Tettünk, jó nagy kilómos ellenállás kell, és annak teljesítménye van. Jó nagy wattosokat tettünk ide is. Jaj, akkor azon égett a szicsó szerintem. Valami sokáig volt már bekapcsolva, hát eddig nem ez szabad. Ez a megoldás van itt nekem, ez, hogy erről olvat le itt. Hát van azt látom, hogy az kezdett már kioldani onnan teljesen. De ezt tetszik, ez az erősítő, meg ilyenek, hát ez hihetetlen. Erősítő. Na, neked is lett beépített erősítőd. Úgyhogy olyasmi volt, látjátok, mint vadászni. A én nagy beépített vackom. Már akkor is Atinak is kellett leválasztó, lett neki szabályozható tápja. Ja, csövesen, hogy maradjon. Csöves, mert hogy... Hagyományosnál. Mit neked félvezető? Ja. Hát ez is csak állandóan kinyúlt. Ja. No, azt reptesd, a többi tök jó. Ja, 500-as, Tungsram 500, most nézem, tehát hogy nem 504-ek, nem is 504, hanem 500-zal. Nem csak fél 500-zal. Persze, van annyi, mint a fene. Nekem is van még vagy 60 darab, és tudom, mit csinálják vele. Na, jó, rakjuk össze. Na, úgyhogy így lehet most már a helye a szortimentemnek, úgyhogy köszi Dani Pityunak a szortimentet, és Attilának meg így örülök, hogy tovább ment ez a csoda masina. Hát, megmarad, ugye eddig is megmarad, csak nem lesz elbontva. Ismét használatba veszem. Nagyon sok olyan nem lett volna belőle nekem, ami nincs már, úgyhogy ezért csak egy nyűg lett volna szétszedni is, és akkor már egy ilyen remek művet nem bántunk, úgyhogy megmarad Attinál. Neki lesz ilyen két szuper masinája, nála fog tovább dolgozni. Te megépítesz magadnak egy én másik, meg majd egy másik infratesztet, azt mindenképpen csinálok, azt akkor ki lesz helyettesítve, és akkor a helye is felszabadult. Na úgyhogy ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett a 25 évvel ezelőtti termékünk. Köszi, hogy velünk tartottatok ismét, sziasztok!